Most a rajztulajdonságokkal fogunk megismerkedni. Hozzunk létre pár rajzelemet, amelyeknek a tulajdonságait fogjuk megnézni. Kezdésként egy egyenest, mellé mondjuk egy kört, téglalapot, és mondjuk egy ívet rajzoljunk. Nézzük meg, hogy például az egyenes rajzelemnek milyen tulajdonságai vannak. Jelöljük ki a rajzelemet, majd a jobb egér gombbal hozzuk elő a helyi menüt. Itt most válasszuk ki a legalsó menüpontot, a gyors tulajdonságokat. Megjelenik egy párbeszéd ablak, egy táblázat, amely a legfontosabb tulajdonságokat foglalja össze, amelyek fontosak lehetnek a vonalrajzelem szempontjából. Fontos kiemelnem, hogy ezek csak a legfontosabb tulajdonságok, hiszen a gyors tulajdonságok név azt akarja, hogy a felhasználó számára a szerkesztésben legtöbbször fontos, legtöbbször változtatható tulajdonságokat szűri ki nekünk a rendszer. Mik ezek? Ugye egy rajzelemnek van színe. Még ezzel nem foglalkoztunk, a későbbiekben részletesen meg fogjuk nézni, de ha beleklikkelünk ebbe a táblázatba, ugye a fória, amit majd később megmagyarázok, hogy mi is, a fória név alatt láthatunk különféle színeket, és ha rámegyünk, akkor már is átszínezi a rajzelemet az autókat. Ez mondjuk legyen majd zöld színű. Itt is van a fória név, erről majd egy kicsit később, jelenleg a nullás fórián dolgozunk. Van vonaltípus, ami megint csak fória, azaz a fóriába beállított vonaltípust fogja a rajzelem örökölni, valamint ugye az egyenesnek az egyik legfontosabb tulajdonsága a hossza. Most nézzük meg, hogy milyen gyors tulajdonsága van mondjuk a körnek. Itt már több tulajdonság jelenik meg, a szín az itt is látható, ez legyen mondjuk kék, de itt van mondjuk a sugár és az átmérő, ami ugye a geometria. Amikor rajzolunk egy kört, akkor tudjuk bevinni ezeket az értékeket, de ezt utólag is módosítani lehet, ha ide beütöm azt, hogy 150, és ütök egy entert, akkor kisebb lett, ha az átmérőt átírom mondjuk 550-re, akkor pedig nagyobb lett. Itt látható a körnek a kerülete és a területe, ami fontos, hogy az AutoCAD rajzi egységekben gondolkodik, azaz a kerület az rajzi egység, a terület pedig négyzetrajzi egység, tehát nem négyzetmilliméter, nem négyzetméter, hanem négyzetrajzi egység. Jó, nézzük tovább, téglalap, gyors tulajdonságok. Itt, amit kiemelnék az, hogy a téglalap zárt, ugye, de lehet nyitott is, azaz nem zárt, vissza tudjuk zárni, ez egy érdekes tulajdonság. Valamint még nézzük meg a ívet is, ez hasonló a körhöz, sugár, középpont, x, y, szín, fória. A gyors tulajdonságok mellett természetesen lehetőség van arra is, hogy a rendes tulajdonságokat megnézzük. Itt már egy sokkal bővebb lista jelenik meg. Ugye a téglalap esetében már megjelenik az egyéb, a geometria, a 3D látványtervezés, de a kör esetében is sokkal több lehetőség van az egyenes szempontjából is. Ha több rajzelemet jelölünk ki, akkor láthatjuk itt a legördülő menübe, hogy mind van két elem, vagy egy vonal, vagy pedig egy kör tulajdonságait fogja kilistázni, a minden esetén pedig a két rajzelem közös tulajdonságait fogja csak megjeleníteni a rendszer a számunkra. Még egy fontos dolgot szeretnék elmondani a gyors tulajdonságok kapcsolatban, hogy ehhez van egy rajzi segítség is. Ha az állapotsorba ráklikkelünk a GT, azaz a gyors tulajdonságok gombra, akkor, hogyha ráklikkelünk egy rajzelemre, egyből bejön ez a kis párbeszéd. Ugye emögött a logika az, hogy nagyon könnyen tudjuk áttenni az egyik rajzelemet a másik fóriára, vagy a színét tudjuk változtatni, és a többi. Engem mondjuk ez kifejezetten zavar, de esetleg valaki számára ez hasznos funkció lehet. Itt az állapotsoron lehet be- és kikapcsolni a gyors tulajdonságokat.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban, természetesen a későbbiek során még részletesen meg fogjuk beszélni a szín, a vonaltípus és a fória fogalmakat, amelyeket itt egy picikét átléptünk.